Részint személyes, részint online G7-es találkozót tartanak Kijevben az Ukrajna elleni orosz invázió második évfordulójának napján. Ursula von der Leyen lengyelországi látogatása után, ahol bejelentette, hogy az EU által befagyasztott eurómilliárdokat szabadít fel Varsó számára, Ukrajnába utazik. Az ukrán fővárosban tartott találkozóra Justin Trudeau kanadai miniszterelnököt is várják. A világ legfejlettebb ipari demokráciáit tömörítő G7 országcsoport elnöki tisztét idén Olaszország miniszterelnöke látja el, aki korábban többször kijelentette, hogy az olasz G7 elnökség egyik fő célkitűzése, hogy megerősítse a nyugat elkötelezettségét Ukrajna támogatására. A videokonferenciát Giorgia Meloni vezeti szombaton, amelyen ismét részt vesz az ukrán elnök Volodymyr Zelenszky, és ahol minden bizonnyal ígéretet tesznek a Moszkvával szembeni szankciók szigorítására.